Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hallotok-e, látszom-e rendesen egy rövid visszajelzést? Oké, köszönöm szépen. Egyes? Á, ott is jó. Na kérem szépen, nem tudom, nektek mi a véleményetek? Olyan jó hangulata van ennek a Csillagok háborújának a zenéjének, nem? Ez egy ilyen különleges érzés, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Van egy pár ilyen zene a világ történelemben, de ez egy nagyon ott van, tehát amikor meghallom, és főleg, hogy a végén, direkt úgy tettem be a videóra, hogy úgy esik így, így valami az égből, és akkor úgy megnyugtatja az embert, és elindulhat valami. Nem tudom, lehet, hogy csak nekem az érzésem, de ezt a zenét, ezt úgy fogom megcsinálni, hogy egyre többen vagyunk már, akik kameraképpel megmerünk jelenni, és aki ezt így vállalja magát, az a tervem, hogy szépen óvatosan ilyen kis kockákba föl fogjuk a csapatot rakni. Hát nem olyan ördöngős dolog, hál' Istennek meg tudom csinálni, és egyre többen láthatóvá váltok majd. Egy probléma van vele, hogy nem lehet föltenni a YouTube-ra, abban például letiltanák a fiókomat, mert ugye ez az egyik legnagyobb ellensége a YouTube-nak, ha valaki ilyen jogsértő zenét fölrak. Freddyvel megjártam, úgyhogy Freddy Mercury elintézte az irodámat, és szépen le is tiltották, de hál' Istennek volt egy jó mentés, úgyhogy megmaradtak a videók. Tony Robbins-t az elég feltettem, nem tudom, ismeritek ezeket a könyveit Tony Robbins-nak. Kettő könyvet, tehát ezt a könyvet, a Határtalan sikert, és nem is tudom másiknak a címe micsoda pontosan, le van fordítva, úgymond szinkronizálva magyarul, tehát úgymond magyar hangos könyvet gyártottunk belőle, Harma Illés barátom hangjával. Bárki, aki szeretné ezt a hangos könyvet, tehát Határtalan siker, és a másik a, nem tudom már másiknak mi a címe, szóljon nekem privátba, ilyen kis pici fájlba átküldöm, mert nem piciben, hanem ilyen mamut fájlba. Érdemes hallgatni. Nagyon-nagyon nagy anyag a Tony Robbinsnak a hanganyaga, és nagyon átfogóan mesél arról, hogy ő hogyan csinálta meg az ő karrierjét, illetve még egy könyvet megcsináltunk, Brian Tracynek, igen, egy nagyon komoly könyvét, nem a Phoenix szemináriumot, hanem egy másik könyv, most hirtelen címet nem tudok, meg most van egy Jim Rohn könyv, amit most ugyanúgy hangos könyvbe, direkt egy csapat részére megcsináltunk, nem tudom, jó hír ez, vagy rossz hír, folyamatosan mennek ilyen jó sikerkönyvek, és azért tudjuk, hogy melyiket érdemes elolvasni. Ugyanis a titok a sikerben mindig az, hogy egyre több információs anyagot tudjon az agy befogadni. Azt mondják az okosok, hogy 5%-át nem használjuk az agyunknak, és a legjobb kifejezés az, hogy ha használom az agyamat, folyamatosan gondolkozom, ide-oda teszem a fókuszt, tehát jó helyre, és ez az agynak nagyon jó. Tehát az öregedés gátló faktorok vannak benne az okosok szerint. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy hanganyagokat hallgasson, és minél többet. Van egy olyan program, nem tudom, tudjátok-e, én amikor autóval jártam mindig, ugye rengeteget, én nem zenét hallgattam általában, tehát nem rádiót, hanem ezeket a hangos könyveket. És van egy olyan program, vakoknak találták ki, nem tudom, tudjátok-e, Műszaki Egyetemen dolgozik egy kutatócsoport, és nem vakoknak, bocs, süketeknek találták ki, vagy nem, vakoknak, igen, ők hallanak, jó, majd csak képbe leszek itt reggel korán, és képzeljétek el, hogy az van, hogy bármilyen PDF anyagot ez a program lefordít, átkonvertál, és bármilyen PDF anyagot, ha te beszkenelsz, akkor azt tudod hallgatni. Először ilyen nagyon gépi hang volt, hát én azokat hallgattam még, rááll az agy egy idő után, tehát nem zavaró, de most már egész jó, van ilyen női hang, mint egy GPS körülbelül olyan hangot képzeljétek el, és tök jó szerintem, és természetesen magyarok találták ki. Akkor van egy világszenzáció most, biztos hallottátok, a Skype hozza ki először, és majd utána mondom, hogy még melyik cég. Egy olyan program, ami valós időben, egy pár másodperces késéssel szinkronba mondja, hogyha te mondod mondjuk magyarul, akkor ő mondjuk angolul mondja az angol partnerednek. Ez egy nagyon nagy szenzáció lesz. Én azért mondom ezeket a kis
értékeket, mert tulajdonképpen ezek értékek, mert kitárol a világ tulajdonképpen. Tehát ugye most mi magyaroknak beszélünk, meg magyaroknak adjuk át az információt, és mindenki azt hiszi, hogy be van szűkülve így a piac, de nincs. De képzeljétek el, hogy azért, most valljuk be, Amerikában azért könnyebb építkezni bármit is, mert ugye nagyobb tömegek tudnak beszélni angolul, illetve most súgok nektek, spanyol nyelvterület fele érdemes kacsingatni, és azon belül pedig Mexikó, nem tudom, hogy van-e ismerősötök Mexikóba, tehát ha fölmentek a Facebookra, akkor úgy próbáljátok Mexikó fele kacsingatni, Mexikóban is élnek magyarok, és hát ugye te nem tudsz úgymond mexikóiul, vagy spanyolul, akkor találj olyat, aki tud, és lehet vadászni. Csak mondom a sikert, van egy Herbalife ismerősöm, egy Herbalife-os ismerősöm, hát ő mondjuk hozzáment egy mexikói prezidentimhez, de most Mexikóba építkeznek, és már ugye a Herbalife hálózatot építik, hatalmas siker. Tehát a mexikóiak nagyon tudnak. Kicsi az átlag kereset, olyan 100 dollár körül van, képzeljétek, nem is tudtam, a népnek a keresete. Tehát itt mi minimál bérünk azért még kicsit magasabb Magyarországon, és azon a területen mégis egyszer imádják a network marketinget, mert egyetlen egy kiugrás van a pici embereknek, úgymond a network marketingben is. Képzeljétek el, hogy nemrég kaptam a hírt, hogy az amerikai disztribútorokat megelőzték szinte minden téren a mexikói disztribútorok. És azért mondom nektek, mert érdemes a fókuszt egy picit, hogyha idegen nyelvre kacsingatunk, ugye Mexikó fele, csak úgy mondom. Korea, nagyon jó network marketingbe, imádják a koreaiak a network marketinget. Akkor itt van nem messze, szomszédságban Ukrajna, Oroszország, ugye itt ők is nagyon szeretik. Ők egyébként pilótajátékozni szerettek, így most egymás közt vagyunk, de rájöttek, hogy a network marketingben nagyon jó pénz van, és ott rengeteg olyan csapat van, akik egyszerre lépnek be. Tehát én ismerek olyan hálózatot, aki talált olyan embert, aki az egész hálózatát áthozta. Vladimir Szilcer például talált egy ilyen úriembert, ugye Evgenyi Snoboda személyében, aki biztosítási ügynök volt, és az egész csapatát ugye ráállította egy adott hálózatra. Mindig ott van a gyémánt. Most is azért mondom ezeket az ötleteket, mert nem szabad leragadni annál, hogy most mit tudom én, nem keresek azért embereket. Keresni kell, ismerkedni kell embereket. És hát ide jön az a reggeli videó e-mail, és picit így áttérek a mai témánkra, az így bemelegítésképpen mondtam volna. Egy kicsit vulgáris címet adtam, nem tudom mennyire kaptátok föl a fejeteket, direkt adtam, hogy a puha pöcs nevezetű témát, hogy ugye mi nem szeretünk dolgozni. Vagy magadra hallgatsz, de nem a úgymond puha pöcsökre, nehogy megsértődjetek. Ezen egy ilyen játékos kifejezés. David Wood-tól, tehát a mesterünktől tanultam, úgyhogy hogyha mondok ilyen szakszavakat, ilyen vulgárisokat, azért, mert ugye ez is beletartozik, ugye, hát Csernus is dolgozik ilyen szavakkal, lehet ezt úgy is használni, hogy ez jó süljön el. Na, félretéve a tréfát, tegnap egy kicsit olyan bemérgeltem magam, megmondom őszintén, volt egy olyan szituáció, hogy egyik munkatársunk azt mondta, hogy hát ez úgy néz ki, hogy ez úgy nem neki való, ez a biznisz. Nem szoktam fölkapni a vizet, de így kíváncsi voltam, hogy miért. Tehát így mindig megkérdeztem, oké, nyomd meg a cancel gombot, semmi gond nincs, de miért? Ez csak kíváncsi, hogy én vagyok a hülye, rosszul csinálom a reggeli tréningeket, Tündi rontottál valamit a 19 órásig, vagy Zoli mondott valami olyat. Tulajdonképpen kiderült, hogy lebeszélték. Hát mondom, te jó, hogy kicsoda. Hát ugye a hálózatában, ahol most ő dolgozik, a szponzora. Hát mondom, gondolkoztam, hogy hát most így egymás közt vagyunk, jó nagy marha a szponzora, hogyha egy olyan tudást elvesz a saját szponzorátjától, amivel az akkori hálózatot tudja üzemeltetni. Nem tudom, mi a véleményetek. Akkor azt mondja, hogy néz ki, hogy a család se támogatja, hogy ő tanuljon. Hát én nem tudom. Tehát ő most kire hallgat az ember úgy
úgy a puha pöcsökre, vagy valahol benne egy megérzés van, hogy hát azért csak jó helyen vagyunk. Írjatok már ide egy ötöst, hogy szerintetek egy jó helyen vagyunk, vagy csak úgy ez nekem tetszik ennyire? De most őszintén, hogy úgy hogy megbántátok, hogy esetleg kifizetitek ezt a havi 25 dollárt, vagy aki a fölít 45 dollár. Most őszintén, tehát hogy nagyon drága ez egy tudásért. Hasonlítsátok össze, érdemes fölmenni az internetre, most is ott vagyunk, és elindult egy ilyen öltönyös, nyakkendős csapat Magyarországon, ahol ilyen videótréningeket árulnak. Természetesen én most nem lehúzni akarom őket, mert tényleg egy szuper csapatról van szó, szóval csak úgy árakat mondok nektek. Egyetlen egy 3 napig elérhető videósorozat 3 és 5 ezer forintba kerül. 3 és 5 ezer forint. Egyetlen egy. Na most csak satszoljatok, hogy a sikerkifőzdében mennyi videó van. Így satszoljatok, aki úgy beszokott járni, ugye beszoktatok járni, satszoljatok. Én se tudom megszámolni. Egyszerűen hihetetlen mennyiségű. 25 dollárért havonta, és folyamatosan rakosgatjuk bele. Ez, amit most belerakunk, ugye én Katával nem beszéltem, de én ezt így hozzáadom a mi csapatunknak, hogy aki kéri, ingyen és bérmentve. Úgy gondoltam, hogy úgy megajándékozom a csapatot Tony Robbins könyveivel. Hát az csak egy ilyen Tony Robbins könyv, mindjárt mondom nektek, 5800, bocsánat, igen, 5800 forint. Hát most lehet, hogy még drágább, ezt 4 évvel ezelőtt vettem. Nem tudom, mennyibe kerül egyébként, de nem olcsók a könyvek. Hangos könyvben meg egyedül, tehát még drágább lehet szerintem. Közben beugrott valaki. Ezt azért mondom, hogy tudjuk az értékét ennek a sikerkifőzdés történetnek. Nem beszélve a Vírusblog Akadémiáról, hát az meg aztán igazán sok értéket tartalmaz. Akkor így fölírtam egy pár mondatot, és most ugye vannak meghívott vendégek is, és most kicsit több időt fogunk beszélgetni egy olyan úriemberrel, akit már ismertek, és mondta nekem ez az úriember, hogy hát nem mindig őt szólítsam már, mert nem akar, hogy a csapból is ő folyjon. Én megmondom, hogy de, kell nekünk, hogy a csapból ő folyjon. Puskás Gusztávnak hívják egyébként, biztos ismeritek, mindjárt hozom föl, és akkor Guszti bácsi, készülj már majd ezekkel a tehát jegyzetelj, vagy nem tudom, hogy a fejedben neked már nem kell jegyzetelni, tehát a fejedben egy kész is már elő, mert nem fogok kérdezni, hanem így a véleményt, egy ilyen eszmecserét fogunk a témákból. Több témát hoztam, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, hogy meddig bírunk eljutni, 5, oké. Föl is hoznak, és akkor elindul egy ilyen kis parázs beszélgetés Gusztival. Nézzünk egy hangpróbát először. Mondj már egy pár szót, Guszti, hogy van-e hangod. Halló, halló, halló. Guszti bácsi, van-e hangod? Van. Ja, oké, okay, jó van. Van. Okay. Ma megijedtem, hogy eltűntél az éterben. Azt kérdezted, hogy kire hallgat. Én mutattam, hogy magamra hallgatok, nem a puha pöcsre. Tehát ezzel csak azt akartam demonstrálni, hogy valóban nagyon-nagyon fontos, hogy kire hallgatunk. Hallgatunk-e magunkra, de magunkat is valahogy rá kell szerintem hangolni egy kicsit tényleg arra, hogy kire hallgatunk. Kevin Trudeau-t említettük a múltkoriban, én meg a taníthatósági indexet. Szerintem a taníthatósági indexnek ugye van a két összetevője, a maga taníthatóság és a változásra való képesség. Én azt mondom, ennek van egy nulladik pontja is, és ez a kire hallgat. Ha valaki eldönti magában, hogy valakire hallgat, akkor rettentően óvatos legyen. Ugyanis itt van például az Empower Network. Hát én nagyon sokat gondolkodtam, hogy kire hallgassak itt. Ugyanis itt gyakorlatilag senki se normális, illetve helyesbítek a hangsúly, ugye nagyon sokat számít, senki nem normális. Normális alapon azt értem, hogy a normális ember reggel kitörli a csipát a szeméből, föl kell, és reggelizik, elköszön a családjától, bemegy a munkahelyére, ott vagy dolgozik, vagy nem, aztán hazamegy, leül a tévé elé, sörözget, valamit csinál. Na, ez a normális ember. Legalábbis ennek mondják. Hát mi biztos, hogy nem vagyunk normálisak.
legalábbis az a csapat, aki itt van, az biztos, hogy nem normális ebből a tekintetből. Na most, hogy hallgassunk-e azokra, akik itt előtérbe kerülnek, ezt sajnos mindenkinek saját magának kell eldönteni. Nem egy könnyű mutatvány, mert egyszerre több emberre nem nagyon lehet hallgatni. Ez valami olyasmi, mint a szüzesség. Az is gyakorlatilag csak egy személyhez kötődik, és az nem mondom, hogy nem ismétlődik meg a dolog az ember élete folyamán, nem lehet esetleg váltani, de nagyon-nagyon fontos, arra mindig emlékezni fogunk, aki elindított bennünket ezen a pályán. Pályán, szakmán, ugye ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon komoly szakma, itt nem is egy szakma, ez sok szakmának az összetétele, és ezt bármeddig tanuljuk. Itt nagyon-nagyon nehéz eligazodni, merre menjünk, milyen képességeket, készségeket szerezzünk meg és gyakoroljunk, és itt eszméletlenül fontos, hogy kire hallgatunk. Mindannyiunknak el kell dönteni, mert másképp nagyon eltévedünk ebben a dologban. Nem tudom, hallgattátok-e a 29-i, tehát a tegnapi videó e-mailjét, remélem hallgatatok, az Ágy Zolinak. Szerintem nagyon ütős. Ezt egyszerűen azt tudom mondani, hogy ha rossz paszba vagy, de egyébként is úgy hallgass meg így egy héten keresztül minden nap. Ugyanis most Zoli nagyon erős, tehát tudnotok kell, hogy nagyon megerősödött lelkileg. Én sokat beszélgetek vele, rengeteg, de rengeteg támadást kapott az elmúlt 3-4 hónapban, tehát hideget is, meleget, mindent, és most megerősödött. És tudjátok, hogy miért erősödött meg? Kérdeztem a titkát. Azt mondja Zoli, figyelj, de leültem, át úgy, mintha most kezdte volna el az egész üzletet, pedig már 92 embert hozott be, és elkezdte újra a sikerkifőzdét meghallgatni, végigment az összes videón, jegyzett el állandóan hallgatja, akkor végigment a Virálblog Akadémián, én is ugyanezt csinálom, tehát megyek utána, folyamatosan jegyzetelek, és azt mondja, hogy egyszerűen olyan dolgok jönnek már a sikerkifőzdéből is ki, hogy eddig nem jutott az eszébe, hogy ezt tényleg nem is hallotta. Aztán mondja Zoli, hogy hallgassátok meg azt a hanganyagot, amit a 29. képzés alatt, ugye nem Justin Varanya, hanem Michelangelo-val készített a David Wood, meg a sikeremberekkel ilyen interjút. És kérdezik a Michelangelo-t, hogy dolgozik. Ezért szeretem az Empire Network-öt, mert nem úgy osztják az észt, hogy ilyen mondanak támpontokat, de megmutatják a sikerembereket, hogy ők hogy csinálják. És ez a Michelangelo, ez nagyon érdekes ember, gondolom tudjátok, hogy kiről beszélek, hallgassátok meg ezt a hanganyagot többször is, és ha mond olyan érdekes dolgokat a fókuszról például, hogy mennyire fontos az, hogy hova teszed a fókuszodat. Mondok egy példát. Tony Robbins azt mondja, hogy ha ő csinált egy ilyen kísérletet, hogy tudjátok, Amerikában rengeteg ilyen vallási gyülekezet van, mindenféle fajta, tudjátok, minden nemzetnek megvan a saját vallása, és hát azt mondja, hogy mindegyik vallást úgymond, vagy minden gyülekezetbe egy bement olyan 3-4 hónapig. Tehát nem úgy, hogy most csak bekukkantott, hanem bement, leült, és elkezdett jegyzetelni, hogy milyen üzenetet adnak. És képzeljétek el, hogy ha bement egy olyan helyre, ahol mondjuk, a hindu vallás van, csak elkezdték az akkori tanítást nyomni, teljesen rá tud állni az agy, és egyszerűen elhiszi, hogy az úgy van, és az szerint kezd el élni. Ha átment mondjuk egy ilyen zsidó vallást gyakorló közösségbe, akkor egyszerűen az agy az annyira rááll, hogyha ő ráfókuszál, akkor meg azt hiszi el, hogy az van. Most nem a vallások közötti különbségeket akarom így demonstrálni, hanem az, hogyha te belefókuszálod magadat, hogy oké, akkor én most kiválasztom magamnak azt a terméket, amit el akarok adni. Most jelen esetben maradjunk az Empire Networknél. Ugye Michelangelo az Empire Networkből szedte meg magát. Nagyon komoly pénzeket keres. Aztán 800 ezer dollár keresett az elmúlt évben. Tehát 800 ezer dollár azért nem kevés még Amerikában, sem, nem, hogy ha itt valaki megkeresi Európába.
És azt mondja, hogy ő ráfókuszál az empowerre. Azt mondja, hogy reggel föl kell, ő úgy kell föl, hogy egyszerűen ők nem érdeklik a puha pöcsök. Ő is azt mondta, hogy ő nem érdekli, hogy most ki akarja lebeszélni. Egyszerűen ő ahhoz beszél, akit ő meghallgatja. Nem tudom, a Zolit is, hogy figyelitek, ő is mondja, és ő nem akar már megfelelni másnak. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy néha azért nem merünk. Én is benne voltam ebbe a gátba, hogy mindenkinek meg akartam felelni, nem lehet. Azt mondja Michelangelo, ha dadogós vagy, akkor a dadogósakat fogod behozni. Ha te beszédhibás vagy, akkor beszédhibás vagy. Hogyha elálló fülű vagy, akkor meg az elálló fülüket fogod behozni. Ugyanis lesz annyi a nagyszámok törvényéből, annyi elálló fülű, meg dadogós, meg csúnya, ami alapján te meg tudsz gazdagodni. Mekkora felismerés, nem? Átadom neked a szót, Guszti, mert erről már beszélgettünk, hogy neked erről mi a véleményed? Adom a szót. Sajnos nem úszlátok meg a véleményemet. Van véleményem. Mégpedig elsősorban frontemberünket, Zolit említeném. Eszméletlen átalakuláson ment át, mióta itt van közöttünk. És én nagyon-nagyon figyelem őt. Annak idején atléta edző voltam, és nekem nagyon rossz a szemem. Nem látszik rajtam, de olyan dioptriát használok, amit elég kevesen. Viszont éppen ez kompenzálandó, én rettentően megfigyelem a mozgásokat. Van úgy, hogy jön velem szembe a feleségem, és nem ismerem meg, hogy ő, de a mozgásáról már azért sejtem, hogy őróla van szó. És ez azt jelenti, hogy én nagyon kis nyuansznyi dolgokból is vonok le következtetéseket. Ugye egy megjelenéskor a mondandónk nem igazán sokat számít, de a nonverbális, tehát a nem beszéd alapú megjelenésünk sokkal többet mond el rólunk. És Zolit, majd figyeljétek meg, hogy keményebbek, szögletesebbek lettek a mozdulatai. Többet néz a szemünkbe, bátrabban, magabiztosabban mondja ezeket a dolgokat, mert tökéletesen megvan róla győződve, hogy ez így van. Az a rengeteg rugdosás, orbaverés, szájbagyűrés, amit ő kapott, az mind leperget róla. Úgyhogy ha példaképet kellene állítanunk a csapatban, én mindenféleképpen őt állítanám, mert olyan óriási változáson én csak szeretnék keresztül menni, mint amin ő már keresztül. Egyébként mindannyian változunk. Én figyelem a csapattagokat, akik ugye kamerával vannak, és hát vissza szoktam nézni a videókat. És te jó ég, mi volt? Még a 2 évvel ezelőtti videókat is, ha visszanézem, vagy hogyha az 5 hónappal ezelőtt is teljesen mások voltunk, mi is. Nézem a Tündi videóit is, nem tudom nektek mi a véleményetek, ugye jó, energikusabb lett, még keményebb lett, még jobban át tudja adni a dolgokat. Akkor itt van a Csernai Zoli, aki egyre jobban nő föl, megmer már szólalni, és akkor így minden jótokat, be kell Peti, már 2-szer megszólalt. Akkor jön nem sokára a Fajta Viki, mert tudom, hogy ő sokat dolgozik, de eszméletlen ő tanító lesz a Fajta Viktorban, meg fogjátok látni. Úgyhogy itt egy olyan tréner csapat, én kimerem jelenteni, hogy egy mesterelme csapat alakul ki, hát most őszintén 5 hónapja csináljuk az üzletet. Írjatok már ide egy egyest, akik akkor itt voltak, amikor a 15-én elkezdtem kommunikálni, hogy elkezdjük az Empower Networköt. 15-e környékén, januárban itt voltak. Ugye Julika tudom, hogy itt volt. Ő megmondhatja, hogy valamelyik nap gyere már föl, vagy bár, akár most is gyere már föl, Julika, hogyha van időd, mert ő pontosan látta ezt az egész fejlődést, és én azt látom, hogy nem lefele fejlődtünk most, minden nagyképűség szerint, vagy tehát nem félretéve, hanem a tudást átalakítottuk, és tényleg át tudjuk adni az embereknek. Képzeljétek el, mi lesz 1 év múlva, amikor már akkora tudás lesz, hogy itt jönnek az emberek, csőstől ma meglátjátok, mert aki most nem jön rá a hullámra, ezt tudom mondani, tehát nem alkalmazkodik, hanem még a puha pöcsökre hallgat,
akkor ő még mindig a tocsog valahol, értitek? Na most képzeljétek el, hogy mennyire szegényebb az az ember, aki legalább naponta egy olyan e-mailt, egy videó e-mailt, vagy videó bejátszást, vagy videófilmet nem hallgat meg, amit a Zoli küld, vagy nem jön be egy prezentációra. És a Zolinak volt egy nagyon aranyos mondása, ami kemény volt, hogy van, aki egy hónap, ja, mit tudom én, bejön az Empowerhez, és akkor egy hónap után meg kilép. Na most mondja Zoli, hogy hát mit képzelt ez az ember, hogy mi fog történni egy hónap alatt, hogy rögtön majd röpködnek a milliók, meg úgy ide is be kell rakni, szia Julika megérkezett, nagyon jó, hogy ide is meg be kell rakni valamennyi pénzt, és akkor majd önműködő ilyen fia, hát ugye mennyit tanul egy fogorvos, vagy őszintén, tehát ez nem így működnek a dolgok. Úgyhogy föl is hozom gyorsan, ha már itt van, közünk, meg tudja mondani, hogy igazat mondok-e, vagy nem. Kicsit lassú a net Julikánál, de majd mindjárt remélem, hogy jó lesz. Adom a hangot egy pillanatra, nézzük meg, hogy lesz-e. Régen volt, amit közöttetek, legalábbis itt a melegbe. Szevasztok, nem tudom, látjátok-e, vagy halljátok-e, amit mondok. Valaki szóljon vissza. Oké, okay. Jó. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözöllek benneteket. Igen, én az első perctől kezdve itt voltam. És ugyanazzal a lelkesedéssel vagyok mai napig is, pedig nagyon sok minden történt azóta. Jöttek, mentek. Jöttek, beregisztráltak. Maradtak egy keveset. Látták, hogy dolgozni kell. Látták, hogy tanulni kell. Látták, hogy tenni is kell azért, hogy pénzünk legyen, tenni is kell azért, hogy a változásban részt tudjunk venni, és ha nem vagyunk részesei a változásnak, és nem változunk együtt a dologgal, akkor ne is jöjjön ide senki. Maradok egyedül, csinálom egyedül, és azért is meg fogom csinálni. Ennyi. Ez a hozzáállás, ami kell ahhoz, hogy menjen előre az üzlet. Én azért szeretem ezt az Empower Network-ot is, nem is szeretem. Opa! Valami történt. Jaj, valami bejött hirtelen, a vírusírtón bekapcsolt, bocsánat. Hallottok engem? Jelezzetek már vissza, mert közben valami beugrott. Oké, vírusírtón elindult. Nem szereti itt a jó történeteket. Na, tehát ez viszi előre az egészet, hogy olyan hozzáállást ad az Empower Network, amit máshol nem tapasztaltam. Hasonlót tapasztaltam, de azért ekkora csapatösszefogást nem. A másik meg, őszintén, fáj az, hogy havonta, őszintén mondjátok, mert lehet, hogy itt van, aki először van itt, hogy fáj az, hogy havonta ki kell fizetni a tudásért $25. Tehát most őszintén. Ráadásul, hogyha behozol egy pár embert, akkor már ez teljesen ingyenes. Tehát ezt azért valljuk be, hogy de őszinték legyünk, mert lehet, hogy valakinek azt mondja, hogy hát én azért sajnálom azt a $25. Hát én egyszer fölmegyek Csongrádról Budapestre, az háromszor ennyibe kerül. Tehát így $100 körül van. Hát most azért nem utazgatok én már, inkább kifizetem ezt a pénzt. Oké, gyerünk tovább, mert nagyon megy az idő. Haladjunk tovább, kicsit földolgozom a reggeli videóját a Zolinak. Azt mondja Zoli, hogy addig nem volt sikeres, ameddig meg akart felelni másoknak, akkor kezdett sikeres lenni, amikor szembe ment az árral. Amikor szembe ment az árral. Tehát, ha neked sok támadásod van, sokan azt mondják, hogy te hülye vagy, akkor tudjad, hogy az a puha pocs, aki azt mondja neked, mert nem akarja, hogy sikeres legyél. Ha te azt látod, hogy úgy minden rendben van körülötted, úgy tök jó, hogy semmi megoldó feladat nincs már, na akkor legyél éber, mert akkor meg te leszel puha pöcs. Már bocsi a kifejezését. Tehát, hogyha te most sok támadáson mész keresztül, állandóan nyomják, hogy ekkora hülyeséget, hogy ott ülsz az internet előtt, és ilyen $25 bizniszeket ajánlasz, akkor vagy jó helyen. Tehát minél több támadást kapsz. Természetesen itt nem a nemekre gondolok, tehát itt nem egy ilyen szélmalomharc Don Quixote módjára, hanem egyszerűen
Megvan a módja, David Wood megmutatja, hogy mit csináljunk naponta, ugye 8 alaplépés gyakorlása, és akkor sikeres leszel, és hogyha ez így van, akkor mennyire egyszerű bemenni a sikerkifőzébe, végigmenni ez a 8 alaplépésen, gyakorolni, finomítgatni a kis körforgásomat, ugye, amit tegnap is föltettem, és ezt megtanítani más embernek. Egy pár szösszenetet mondj már nekem, Guszti, erről a menj szembe az árral, azért már te egy pár árral szembe mentél az utóbbi pár évben, adom a hangot. Pár árra. Hú, én is végig hallgattam, nem csak tegnap reggel, ma reggel is Dolinak ezt a videóját. És az a véleményem, hogy ezt nem elég egyszer meghallgatni. Ez gyakorlatilag a reggeli útra indító, a reggeli betevőnek kell, hogy legyen, mert egy olyan erőt ad az embernek, ami ugye az egész nap folyamán kitart. Az árval szemben, az előbb ugye mondtad, hogy bekapcsolt a vírusírtó, én nagyon sokat gondolkodtam ezen a vírus szón, és nem egy könnyű elmondani az embereknek, mert ugye, hogyha számítógépről, internetről, stb. Van szó, akkor ez a vírus dolog, ez egyből úgy megijed mindenki. Viszont mi már tudjuk, hogy mi ez. Mi már tudjuk, hogy nem ettől a vírustól kell tartanunk, hanem azokra a vírusokra kell odafigyelnünk, amelyek nap mint nap beszivárognak, körbevesznek bennünket alattomosan, és ezeket a vírusokat egy vírusírtóval, és ez semmi más nem lehet, mint a mi magabiztosságunk, a tudásunk, az, hogy tudjuk, hogy jó irányba megyünk, tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. És a Empower Networknek ez is egy csodája, hogy itt lehet, hogy az előbb ugye említetted hullámhegyeket, hullámvölgyeket. Mindannyian bele fogunk kerülni előbb-utóbb a hullámvölgyekbe. Akkor egy jó csapatban mindig lesz valaki, aki oldalba bök bennünket, hogy komán, egy kit csinált, látom, hogy el vagy szöntjönpörödve, hadd segítsek valamit, mire gondolsz, hogy csináljuk. Tehát én ezt irtózatos dolognak érzem, és mondod, hogy szembe mentem az árral, azt jelenti, hogy tényleg elég sok helyen megfordultam, a hálózatokban ugyan nem, az élet más területén igen. És ez a tapasztalat azt mondatja velem, hogy itt most ritka jó csapat jött össze. Úgyhogy ennek a nagyon jó vírusnak kéne terjedni itt bennünk, és minden reggel szippantani ebből egy kicsit, hogy kitartson bennünk egész nap és egészen sokáig. Igen. Tegnap szó esett arról, hogy ugye láttam, hogy írták ki Facebook csoportokba, hogy érdeklődés hiányába elmarad a képzés. És én közben néztem a beírásokat, hogy sokan megijedtek, hogy most akkor hogy lesz, persze ez nem nálunk volt, hál' Istennek, hogy hogy lesz, akkor hogy tanítják a csapattagokat. És akkor a válasz az volt, hogy mindenki forduljon a szponzorához, és akkor már a szponzor úgy megtanítja. Ez jó lett volna offline technikában, de már azt sem mondanám, hogy abban lett volna jó. Ez nagyon rossz tanács volt. Egy hálózat akkor hal meg, ha meghal az értékesítési és a oktatási rendszer. Tehát én ezt tudom mondani, ez az én véleményem, aztán ez lehet, hogy nem így van. Nem kell ezt elfogadni. De ez az én véleményem. És mit mond a David Wood ebbe a videójában, hogyha megnézitek, azt mondja, hogy megnézte az ő saját csapattagjait és a más hálózatoknak a tagjait, akik sikeresek, akik több milliót kerestek már, vagy több százezer dollárt, és képzeljétek el, egy nagyon komoly közös dolog volt. Élőben megmertek mutatkozni. Tehát magyarul vagy azt csinálták, hogy fölmentek, és ő önállóan levezettek egy webkonferenciát, tehát ő mondta ki, az az internet guru, aki tulajdonképpen most szerintem egyik legnagyobb tréner a világon, hogy nem lehet megúszni a videóban való szereplést, és aki igazi komoly sikert akar elérni, annak a csapat tagjait össze kell fogni videokonferenciákba. Heti egyet minimum javasol, ilyen gyógyszerként a David Wood. Hát akkor szerintem jó irányban vagyunk, mi minden nap csinálunk videokonferenciát. Na most nem azt mondja, hogy te most fogod magad, aztán elkezdjél hangoutozni, vagy itt iWolvi terembe nyomni itt az igét, hanem csapatba dolgozzunk. Tehát most például Guszti nem tartja
a webkonferenciát, de itt van köztünk, látják az arcát, látják, hogy húsvér ember, és hogyha a blogokban folyamatosan, mint húsvér ember jelenik meg, akkor tulajdonképpen, mint hogyha ott lenne mindig a családokban. Ez a lényeg az egésznek. Én ezért mondom nektek, hogy gyertek föl. Meg is kérdezem, Guszti, hogy fáj-e, hogy itt vagy itt? Tehát nem tudom, hogy van-e valami olyan, hogy hány ingered van, vagy hogy itt vagy így köztünk, hogy most így kamerába, hogy rossz ez? Hát mondjam már valamit, mert lehet, hogy azt mondják, hogy ott van alattad egy dinamit, vagy valami golyószorróval állnak, hogy nehogy fölálljál. Fáj, meg hány inger, meg nem tudom én micsodát. Jóval kezdjük a napot, de hogy is fáj. Figyelj, ha a legkisebb mértékben is ellenvéleményem lenne, nem lennék itt. Én emiatt a reggeli meeting miatt én átszerveztem a csapatomat. Ugyanis nagyon szívemből beszélsz, nekem van, nem tudjátok igazán, hogy mivel foglalkozom, egy-két szóban elmondom. Én most építem a magyar vállalkozások mobil hálózatát. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon egyedülállóan minden vállalkozás a számára legoptimálisabban építheti ki a saját kommunikációs rendszerét, beleértve elsősorban a vezetékes mobiltelefon, mobil internetet, vezetékes internetet, és ezt a fókuszcsoportunk ez a vállalkozásoknak a megközelítése. Na most ez azt jelenti, hogy ehhez igazán elkötelezett emberek kellenek, akik értenek a vállalkozók nyelvén. De én rászoktattam a kis csapatomat, hogy minden reggel, maximum 20 percben indítjuk a napot ugyanilyen meetinggel, mint ami itt folyik. Mégpedig azért, mert egyrészt, amit elmondtál, hogy ők is tudják vállalni. Aki emberekkel beszél, az így is úgy is látják őt. Tehát amikor személyesen elmegy hozzájuk, vagy egy Skype-on valahogy keresztül, ezt nem lehet kikerülni a videón való megjelenést. Ennek természetesnek kell lenni, itt nem szerepelni kell, itt ugyanúgy, mint ahogy beszélgetek másokkal, el kell mondani a véleményemet, és ahogy mondtad, ez a húsvér, ez nagyon-nagyon jó dolog, mert érezni lehet, higgyétek el, hogy így a képernyőn keresztül, amikor én beszélgetek valakivel, és mondok valamit, most is például, nézzétek csak, Vilinek az arcát figyelem, és minden rezdülését, szemrezdülését figyelem, és ez irtózatosan sokat elmond, hogy jó irányba megyek-e, jó irányba mondom el a dolgot, és abban a pillanatban fordítok rajta úgy, hogy neki legyen jó. Tehát most nem pont Viliről beszélek, hanem a ügyfelemről, a jelöltemről, stb. Tehát minden mozdulatát figyelni tudom, minden rezdülésére oda tudok figyelni, és mindenre reagálni tudom. Irtózatos erő van a képi megjelenésben. És higgyétek el, hogy ugyanígy figyelnek bennünket a csapattagjaink, ugyanígy figyelnek bennünket az embereink, minden rezdülésünkre, minden szembillanásunkra. Nem mondják ők, de látják, tudják, érzik. És ebben irtózatos erő van. Meg kell tanulni ezt természetesen, de élni kell vele. És az a legjobb, hogyha természetesen saját magunkat adjuk, a habitusunkat, a saját magunk egyéniségét, nem kell szerepet játszani, magunkat kell adni. Így van, tulajdonképpen ez egy beszélgetés, és ugye néznek bennünket, de amit én szeretek ebben, hogy interaktív. Sokszor mondtam majd, hogy lehet, hogy kipróbáljuk a 8 kamerás termünket, az még érdekesebb, mert gyorsabban bebírunk hozni embereket. Van egy pár ilyen videó, amit már föltettem, mint a 8 kamerásban, most nagyon jó HD-ban megy a kép, tehát azt is tudjuk használni. És én ezért mondom nektek mindig, hogy rendszerbe gondolkozzunk. Ugye én 3 évet eltöltöttem ebbe a videokommunikációba, és most már olyan szinten van, hogy ezt tudjuk kényelmesen használni, tényleg fillérekbe kerül, sőt, mindig mondom, ingyenesen lehet használni már a videó e-maileket. Azért mondom a videó e-maileket, mert a jövő az, hogy ez már nem a jövő, már a jelen, hogy én is például a listámnak elkezdem kiküldeni azokat a személyes videó e-maileket, amik nekik szólnak csak. Azok nincsenek fönn a YouTube-on, nincsenek in a Facebookon, az nekik szóló üzenet csak. David Wood videójáról visszatérve, ugye most kicsit így dolgozzuk fel ezt az anyagot, Davidnek volt egy olyan
Tehát ő is úgy tanult, hogy megnézte a legszuperebb értékesítőket az interneten, egyszerűen fölkereste őket, és megkérdezte tőlük, hogy mi a titok. Hogyan csinálják? És ha hallgattátok a videót, elmondja, hogy fölhívott egyszer egy olyan úriembert, aki lezárással foglalkozik, tehát ilyen telefonos lezárással, mint a Kassa Tamás lenne, csak ez ugyan internetes, ilyen telefonos, Skype-os lezárás. És megkérdezte, hogy mi a titka neki, hogy csinálja. És azt mondja, hogy ő abba volt profi, hogy le tudjon zárni embereket, és ezt tanította minden egyes héten élő konferenciába az embereinek. Tehát tulajdonképpen miért érdekes ez az élő konferencia? Amikor mi beszélgetünk bárkivel is, különböző PowerPointokat mutogatunk, én tudod, mit csinálok? Tudjátok, hogy mit csinálok? Minden egyes reggeli tréningen lezárlak benneteket. Tehát megerősítetlek benneteket, hogy jó helyen vagytok. Persze itt is lesz olyan, akit nem lehet lezárni, és akkor az ugye elmegy. De a többsége azért itt marad. Na most ez azért érdekes, mert az Orosz Gabival beszélgettünk egy hónappal ezelőtt, és akkor mondott nekem egy érdekes dolgot Gabi, ami megmaradt bennem nagyon, hogy azt mondja, te azt csinálod, hogy tulajdonképpen a megtartás művészetét. És akkor így basszus lehet, hogy tényleg ez, hogy van, aki abba jó, hogy ugye lapátolja be az embereket, és hogyha a csapatodban van olyan, akkor azt föl kell idehozni, és meg kell kérdezni, hogy hogy lapátolja be az embereket. Mert ő neki azt az erősségét kell, hogy a csapatban megmutassa, hogy kell behozni az embereket. Van, aki abba jó, hogy motivál. Van, aki abba jó, hogy megtartja az embereket. Na most, hogyha ez a csapat így összeadódik, akkor egy sikertörténet tud kialakulni. Ez használja ki tulajdonképpen az internetnek a videokommunikációs eszköze. Mondok egy példát. Van köztünk egy olyan hölgy, tegnap találkoztam, hogy most a másodszorra vele, egy tündéri hölgyről van szó, Erikának hívják, és azt mondja, hogy segíts már nekem, Vili, leestem a székről hirtelen, azt mondja, elkezdtem 2 napja posztolgatok, 35 feliratkozóm van, most hogy lépjek tovább? Most képzeljétek el, majd leestem a székről, hogy van, aki azt mondja, hogy nem működik meg, hogy van ez, és ő megkérdezi tőlem, hogy a 35 feliratkozót, mert ugye nem volt még meg az affiliate program, tehát ugye nem regisztráltak. Hát mondom, jó, hát akkor tulajdonképpen meg kell venni az affiliate-et. Meg is vettük gyorsan, és akkor utána már tudjátok mi a történet folytatása, el kell kezdeni rátenni a rendszer ezt a 35 feliratkozót, mert ugye a hírlevelek meg mennek kifele, csak ugye nem volt a regisztrációnak lehetősége. Tehát ez azért érdekes, mert van, aki nem is tudja, hogy mivel rendelkezik. Valaki már 3 hónapja posztolgat, egyetlen egy feliratkozója nincsen, mert mit tudom én, rosszul csinálja. De ha ma megkérdezzük Erikát, hogy ő hogy posztol, meg fogjátok látni, hogy mennyire egyszerűen dolgozik, én is lenyűgözött engem is, akkor meglátjátok, hogy elmondja, hogy ezt így kell csinálni. Valaki meg a lezárást tanul. Tehát mindannyiunk tudunk valamit, az az érdekes ebben. Úgyhogy nagyon telik az idő. Egyetlen egy témát szeretnék még átbesézni, és ez a trükk. Én minden egyes Dragon tréningen akarok nektek egy ilyen trükköt mondani. Ugyanúgy Justin Varenya, David Wood videó, illetve Michael Angelo mondja, hogy van egy trükk, ezt alkalmazzátok. Besírtok tőle, mindjárt elmondom. Következő. Ugye nagyon sokan nagy guruk, és akkor osszák az észt, hogy hogyan kell ezt az egész internet marketinget csinálni. Viszont nagyon egyszerűen föl kell iratkozni ezeknek a nagy tanítóknak a hírlevelére. És rögtön megtudjátok, hogy ők hogyan dolgoznak. Tehát aki mondjuk a Milyenkre iratkozik fel, az az Empower-es hírlevél sorozatot fogja tudni látni, vagy majd a kampányokat, stb. De ha feliratkoztok ilyen úgynevezett nagy internetguruknak, lehet ez amerikai is, hogy teljesen mindegy, mert ugye le tudod fordítani, akkor tulajdonképpen a munka módszerét el tudod lopni, úgymond. Tehát, hogy látod, hogy ő miket válaszol te fölkerülsz az ő listájára, és hogy miket fog majd válaszolni. És azt mondja Michelangelo, hogy csinált egy olyat, hogy ő mindenhova föliratkozik, és akkor hát ugye jöttek a kis levelek, és az egyik annyira megtetszett neki, hogy egy az egybe szinte kimásolt, egy picit átfogalmazta, átkonvertált a kicsit a hazámpoverre, kitette, aztán egy csomó pénzt hozott neki. Hát ez eszméletlen jó, nem? Tehát így ezért kell mindig hallgatni, mert én ezt meghallgattam ezt a hanganyagot,
de valahogy úgy átsiklott a gondolatom. Nem tudom, ti jártatok-e így, hogy úgy, honnan, mikor mondta ezt a Michelangelo? Hát most jöttem rá, hogy ezt mondta. Úgyhogy abban a pillanatban, még ma reggel, hát ugye Guszti, tudod, hogy hánykor ébredtem föl ma, rögtön feliratkoztam 4 helyre, és már jönnek a válaszlevelek. Már alig várom, hogy a reggeli vidnek vége lesz, és akkor nézem, hogy ők hogy dolgoznak. Ha tetszik már, akkor szépen meglátjátok a blogba, hogy én miket fog írni. Döbbenet, hogy egy kicsit gondolkozik az ember, az mennyire előre tudja vinni a melót. Oké, ezt így lezárom. Egy pici hangot adom Gusztinak, mert látom, hogy valamit akartál mondani. Honnan látod te azt? Tudom én, uram. Érzed a következőt. Két dologra is reagálnék. Mégpedig az egyik, mondtad a 8 kamerás termet. Irtózatosan szeretném, hogy ez létrejöjjön. Ugyanis rettentő erő van benne. Egyrészt ott a résztvevők, azok nem hallgatnak, nem úgy, mint most. A videóban, amikor később visszanézitek ezt, akkor lehet látni, hogy alul vannak azok, akik várakoznak arra, hogy följöjjenek és beszéljenek. De az átlagnéző ezt nem látja. Viszont egy 8 kamerás teremben, ahol mindenki látja a másikat, olyan szinergikus dolgok indulnak el, például elindul egy gondolat, egy ilyen brainstorming jellegű. Valaki mond valamit, a másik hozzátesz, a harmadik megint hozzátesz, és a végén oda jutunk, hogy egy teljesen új dolog, és egy magasabb szintű dolog jön ki belőle. Tehát én nagyon szépen kérnélek, hogyha ezt megvalósítható, akkor csináljuk meg, éljünk vele minél többször, mert olyan hatása is van. Emlékeztek még, hogyha a kezetekbe kerül például egy óvodai fénykép, hogy azon mit néztek? Egyből saját magatokat. Mindig saját magunkat keressük rajta. És ha egy ilyen 8-as dologban aktív résztvevőként ott lehetünk, az mindannyiunkra és a minket nézőkre is nagyon nagy hatással van. A másik dologról csak egy mondatot. Mondtad, hogy a tudatunkba és a tudat, meg a tudat, meg stb. És éppen itt a Vírusblog Akadémiában tanultam meg azt, hogy gyerekek, az, amit mi csinálunk, az nem a tudatra hat. Tehát mi nem a tudománynak az eszközeivel élünk, hanem a művészet eszközeivel. És a művészet az egyértelműen az érzelmekre hat. És maga az értékesítésnek is 80-90%-a érzelmi alapon történik, csak az a picurka rész, amikor megmagyarázom a feleségemnek, hogy miért is vettem meg ezt a vackot, na az a ráció. Tehát ennyit akartam még hozzá. Oké. Okay. Most közel gondolkozok így hangosan, mert ugye az a másik termünk még egyelőre 50 fős, tehát most 32-en vagyunk, tehát beférünk kényelmesen. Most ezt úgy kell fölfogni, hogy ugye kígyó békát mindig kiabálnak ránk, és most már én már örülök neki komolyan, mert akkor jó helyen vagyunk, mert ha nem kiabálnának, akkor valami nem stimmelne, mondaná Zoli bácsi, Ács úr. És a következő a helyzet. Elindítjuk ezt, nincs ebben semmi gond. Hát, hogyha kinőjük, akkor már szólok a brigéknek, hogy abridolják föl nekünk 500 fősre, és szerintem meg is fogják csinálni, vagy valamit már kitalálunk, vagy összekötünk több termet, tehát meg lehet csinálni. Legfeljebb reklámozzuk még jobban a Vovinak a termeit. A lényeg az, hogy mi már csináltunk ilyet. Tehát aki már úgy régebb óta velünk van, hogy Demeti Bék meg a csapat, a 8 kamerás nagyon érdekesen tud működni. Nagyon sokat szoktunk nevetni, mert ugye valaki kiesik, visszajön, akkor ki megrázza magát, de közben ilyen nagyon pörgős, nagyon színes az egész. És én levezényeltem például az emberiség.hu, nem tudom, ismeritek-e ezt az oldalt, ahol ugye Magyarország jövőjéről beszélgettünk ilyen fórumszerűen, és ilyen fölváltva, ilyen pörgő-forgó rendszerbe beszélgettünk. Nagyon szerették az emberek, rengeteg videót készítettem erről, és ennek az a lényege, hogy bejövünk mondjuk reggel. Úgy fogjuk fel ezt az egész munkát, mint tényleg egy munkahely, de ez egy élvezetes munkahely. Bejövünk reggel, de ahhoz az kell, hogy fölgyertek. Tehát, hogyha én nekem így könyörögnöm kell, gyertek már, mert mit tudom én, tehát ez, akkor nem, akkor inkább nem, akkor maradjunk így. De hogyha följöttök, én megígérem nektek, olyan sót csinálunk, hogy betolnak az emberek, mert mit fognak látni?
Hát nézd már, ezek vigyorognak, ezek állandóan nevetgének, ezek jó dolgokat mondanak, miről beszélnek, hát csak fölmegyek, már megnézem, az anyjuk jó istenit. És akkor följön, hú, basszus, ez tényleg, és akkor elkezdünk beszélni arról, hogy 16 ember után itt 100 000 forintot lehet keresni, vagy esetleg 1600 dollárt is, akkor lehet, hogy itt marad, azt mondja, hogy a francba, hát így ledolgoztam már 50 évet, akkor a nyugdíjam még ennek a felese, hát akkor csak itt maradok, már megnézem, mert ha ők meg tudják csinálni, én is megcsinálom. Értitek? Tehát nem lehet tudni soha, hogy ki figyel téged, és az tud, hogy figyelnek, nagyon figyelnek. Mindenki néz, hogy mi a jó eget csinálsz te, de nem elég egyetlen egyszer. Lehet, hogy az is lehet, hogy mit tudom én, egy évig te följössz, nem fog egy csatlakozót se lenni, bár ez kétlem, hogy 25 dollárra ne tudj behozni ember, de mondjuk tegyük fel a legrosszabbat. És a második év végére meg találsz egy Ágy Zolit. Hát nem tudom, Kata mit szólt hozzá, egy év után megtalálta Ágy Zolit. Hát ezt szeretnék. Vagy találsz egy Justin Warren-et, vagy egy Michael Angelo-t, aki belapától egy csomó embert. És sokkal nagyobb esélye van ennek, mint a nemnek. Sokkal nagyobb esélye, hogy találok egy Michelangelo-t, higgyétek el. Aki keres, az talál. És nem egyérhez fognak csatlakozni az emberek most már. Ez is fejlődik, hanem csapathoz. Értitek? Van, aki azt mondja, hogy a Tündihez csatlakozik, van, aki azt mondja, hogy a Gustihoz, van, aki azt mondja, hogy akárkihez, de itt lesz nálunk. És tudjátok, mi értéket adunk, tudást adunk, olyan tudást, amit sehol a világon nem fognak megkapni. Hogy ennyi lett volna a reggeli meeting. Visszaadom még neked a szót, Gusti, és zár le te a mai reggelt, jó? Reggel lezárva. Pidi, ezt tudom már. Szívendől beszéltél, nagyon-nagyon jó, és a lényege az egésznek az, hogy kell egy csapat. Oké, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, remélem ma is tudtunk nektek adni a hétvégéhez egy kis erősítést, meg egyáltalán, de azért nem menjetek messzire, mert holnap jön hozzánk Jakab Tündi, és az a csöpnő majd ad a pulpecsöknek, meglátjátok. Úgyhogy sziasztok, és az erő legyen veletek, sziasztok! Ahó.